Ma benista mi vedo di capo, corci che restano, trofi buoni. Goduta miule nel frucciare le ghindivale. Mi rimembro il vento, c'è un certo bieco. C'è un trofico all'interno al cerco, coffè. Goduta mai mi sembra me non cacci anche. Fa cotta, mi sono una isola. Fa tutta la villa, mo sono sgondata nel gnese, mi va bene. Dai per ogni dici, ne chi mi tutto, mi serve tanto. Chula moment, me grim in tem, hogy észre lesznek, azt gondolják, én vagyok a gyilkos. Gyorsan visszatoltam a kilóba kezdet, és le akartam szállni. Amikor egy öreg ember jött odahoz. Nocsak, milyen csíros egy bőr. Mi van benne? Valami ajándék esetleg? Labda? Vagy mi anyag hattyú? Zokni? Sikerül gyorsan leszállni, és tovább is jött. Hogyha megmutatod, hogy mi van benne, talán egy jó kis gumibaba, vagy a kis érdekes füzet, aztán lennénk. Tűnés, mondtam is visszaszálltam a villamosra, ahol egy rendőr volt vele. Na, milyen nagy koffer, régen láttam már ekkora. Utazik, de utazik, nehéz, mi szívesen segítünk magának azt elvinni, de mégis az lenne a legjobb. Kisebb koffer. Látom, milyen nehezen húzza maga után. Van is nálam éppen két kis koffer. Éppen most találtam őket a Veronika elé. Jöjjön, csomagoljunk át a cuccot. Nem, köszönöm. Sietek, viszlát. De mégis mitől van nehéz ez a koffer? De alig húzza. Hát kellene vizsgálnom. Végül is város voltam 12 évig, mielőtt rendőrnek mentem. Megszoktam tőle, és megpróbáltam visszavinni a koffert a Veronikát. Gondoltam, majd ott leteszem, aztán vigyározok ki. De ahogy odaértem, a trafik már tele volt, és mindenki a kofferemet bámulta. Na, milyen szép kofferod van, mutassak, mi van benne? Találtál valamit? Mutasd. Na, nincs semmi különös benne. Mégis, mutasd. Akarjuk látni, mutasd meg. Kinyitottam a koffert, és a balonkabátos hulla kifordult. A fejem bután koppant a földön. Mindenki rémülten hátrált tőle. Á, nem kell félni, mondtam, nincs semmi baja. Kicsit berúgott a tanárom, segítsetek ide az asztalhoz ültetni. Hogy ide, tanárom? Miket hazudsz te? Megölted ezt a szerencsétlent igazember. Á, nem. Csak egész éjjel itt tanult a Veronikával. Hagyjátok egy kicsit pihenni. Csak ne felejtsétek el 8-kor felébresztem. Okvetlenül ébresztétek fel 8-kor. Fontos találkozója van az iskolába. Küldjétek el az iskolába, és mondjátok meg neki, hogy hozza magával a koffert is. Hozza, mert vissza kell hozni benne engem holnap.